Az 1956-os forradalomban a vajdasági magyarság ugyan nem vett részt, mégis fontos számára a megemlékezés. Ugyanis a magyar nemzet 62 évvel ezelőtt mutatta meg utoljára a világnak, hogy mennyire fontos számára a szabadság, mondta Zsoldos Ferenc. Én a magyar mozgalmat egyértelműen azokhoz a szabadságküzdelmekhez sorolom, amely a magyar történelmet jelképezte. Tehát a magyar mozgalom is egy szabadságküzdelem, jelen esetben a magyar érdekek melletti erősebb kiállást akarja, és a magyar szabadságot akarjuk elérni, jelen esetben a belső magyar zsarnokság ellen. A magyarság mindig is a szabadságért küzdött, és a nemzetet éppen a szabadságvágy jelképezé tette hozzá Zsoldos. A megemlékezésen Kalmár Zsuzsanna szólt az egybegyűltekhez. Azt gondolom, hogy manapság a vajdaságiak körében ezek az ünnepek, és talán nem csak a vajdaságiak körében, de egyre inkább elsatnyulnak a lelkünkben, és az, hogy ezeket így megemlékezzünk róluk, mert már igazán nagy ünnepeket nem csinálunk, különösen a mozgalom nem tud csinálni ilyen nagy ünnepeket, de azért a lelkünknek nagyon fontos, hogy megemlékezzünk ezekről az ünnepekről, ezek közé tartozik az 56-os forradalom is, hogy valamitől azt érezzük, hogy mégiscsak erősek vagyunk, mégiscsak egy nagy egységnek a részeit képezzük. Az ünnepi beszéd után a magyar mozgalom tagjai megkoszorúzták a 2006-ban felállított palicsi emlékművet.